sziasztok, köszöntelek benneteket, én Binya vagyok, és jelentkezem a csatornámról eh, ismételten egy multiteft autó eh, részsel, illetve széria videóval. Ez most a, a gyakorlatilag a High Life gazdag roleplay szerverről, illetve High Life gazdag roleplay szerveren készített eh, melódiák videósorozat első része. A szerveren elérhető munkákat hivatott gyakorlatilag bemutatni. Első neki futásra most a csomagos munkát fogom nektek megmutatni. Ez itt eles dokkoknál van. Lent előtte a városházán föl kell venni, vagy ha azt választottad ki regisztrációkor, akkor valószínűleg azt kapod. Úgyhogy itt vagyunk most eles dokkokban a csomagközpontban és megmutatom nektek, hogy ez a munka hogy működik. Nagyon fontos első nekifutásra, hogy, hogy az épületek helyezkedésével tisztában legyünk. Első lépésként ez a műszakvezetői konténer fontos, ami a épülettel szembe van, ami mellett pedig a címkéző részleg van, és a címkéző részlegben fog véget érni a feladatunk. Menjünk is be ehhez a jóvágású bácsihoz, aki gyakorlatilag a műszakvezető, és vegyük föl nála a munkát meg is kaptuk egy balgombos rákattintással, ki is írta nekem, hogy elkezdtük a, a, munkát, három darab csomagot kell átszállítanunk és címkéznünk. Az első nagyon fontos lépés, hogy ezt a kis kézi kütyüt, ezt úgy hívják, hogy béka, kézbe kell venni, és gyakorlatilag oda kell menni a csomagokhoz, és azokat föl kell venni. És fölvesszük szépen átrakásra a konténerre, átrakás a konténerre. Azt mondja, hogy megkeressük. A... Ott a harmadik csomag. Az átérés az egy picit lassabb történet lesz, de egyébként már jeleztétek nekünk, hogy elég problémás számotokra ez a címkézős vagy csomagos munka. Ugye most fogjuk a három csomagunkat szépen elvisszük, és akkor meg fogom mutatni, illetve el fogom magyarázni, hogy ezt a munkát mi alapján kell csinálni. egy pici időbe beletelik. Tehát akkor addig átismételjük még egyszer. Jó, tehát amikor felvetted a csomagos munkát, akkor el kell jönni és abba a kicsi konténerbe, ott ami ott van, gyakorlatilag ahol az ATM meg a KUKA van, ott rá kell kattintani bent a kis konténerbe az NPC-re, aki kiadja neked a munkát. Azután be kell menni oda a csomagraktárba, ahol gyakorlatilag ezeket a csomagokat felszettük, de arra figyelni kell, hogy az IC cseten E, írja neked, hogy hány csomagot kell vinni, én ha jól tudom e, ezzel az emelővel legfeljebb négy csomagot e, tudunk elvinni egyszerre e, és miután behoztuk ide, egy-egy ilyen területhez be kell állni, egy-egy ilyen csomagoló címkézőasztalhoz, és a jobb oldalon megjelenik nekünk egy notes füzet vagy egy notes lap, ami különböző azonosító kóddal ellátott neveket tartalmaz nagyon egyszerű a történet, egy dobozt leemelünk a, a, raklapról, csak közelebb kell menni. Egy dobozt leemelünk a raklap szállító, ja, de elbetűve hülye. Nem, mivel szedem, rá kell kattintani a kocsira, bocsánat. Igen, doboz felvétele. Egy dobozt kézbe veszünk, ezt úgy tudod megtenni, hogy rákattintasz a, a békára, és akkor ott lesz, hogy doboz felvétele. A címkézéshez meg kell nyomni az ebetűt. Na most, itt jeleztétek nekem, hogy egy picit problémás. Jó, figyeljetek! A feladó nevét, azt nagyon egyszerűen fogjátok tudni kideríteni. Itt van egy bizonyos olyan, hogy leltári szám. Ez a 24.9k. Ezt meg kell nézni itt a lapon. Itt van 24.9k. Ez pontosan a legelső ember, tehát Bell Ollie. Ezt arra kell figyelni, hogy ezt nagyon pontosan, karakterre pontosan kell beírni. Tehát nagy B-vel Bell, utána egy szó közé, és Olli E. Ha ez szerintetek stimmel, akkor mehetünk a címre. Fontos a cím beírásánál, hogy az irányítószámot külön kell megadni, tehát csak az irányító irányítószám utáni részt adjuk meg. Tehát ő Flint Kanti. Flint, nagy F -e, szó köz, counti. Vesző. Megint egy szóközés 85. Nagyon figyeljetek oda, hogy ezeket a karaktereket, a szó és minden egyebet halálpontosan adjatok meg. Gyakorlatilag copy paste, ahogy ott fölül van, mert másképp nem fogadja el a címkézgőrendszer. Aztán az irányító szám, ugye itt látható fölül, 33464, 33464. És ha elérkeztél idáig és mindent jól csináltál, ha az enterre re akkor a nevedet ide verified mezőbe elkezdi gépelni. Látható, hogy jól töltöttük ki, ugyanis aláírjuk a címkézőt. És miután ez a címkézés megtörténik, ezt akár futva is el kell vinni ide. Ebetűt nyomva lerakod, és a fizetésedet akkor kapod meg, amikor mind a három dobozt felcímkézted. Jó, tehát még kétszer meg fogom nektek mutatni, ugye? Ez most egy ilyen kényszer helyzet, csak itt már egy picit gyorsabban. Tehát név 47Q itt van 47Q Flexi Kedric. Flexi szóköz ke, Kedric. Reméljük jól írt, visszelenőzzük. Flexi Kedric. Jól írtuk. Oké, okay, retkánti, Redkanti. Szóköz Cóunti. vesző, 14 és megadjuk az irányító számot 66919. Entert nyomunk, ez a csomag címkézés is jól sikerült. Super. Most ezzel is el kell menni, és írja nekünk, hogy címkézés kész, vidd a já, ládát a sárgán jelölt helyre. Ha az összes csomagot <coughs> fölcímkéztük, ha mindjárt meglátjátok, ha majd a harmadik csomagot is felcímkéztük és leadtuk, akkor fogjuk a fizetésünket megkapni már is mutatom nektek a történetet. És akkor ugye itt megnézhetjük már, mert ugye egy név maradt a három volt, tehát 83 u tehát 83 u Lara, Krisz. Tehát ez már biztos, hogy stimmelni fog. Lara, Krisz. Tehát itt, itt, már valószínűleg stimmelni fog. Wet Stone. Wet Stone. Úgy látom az as -ünk nem érti meg, hogy nem tudok menni felvételt készítek. Nem tudok menni. Tehát nem érti meg az alásünk, remélem majd visszanézi ezt a videót. Felvételt készítek, nem tudok menni, oldja meg. Tehát Vetstone vesző. Mount Chiliad. Mount Chiliad. 18. Jó, irányítószám, 96-964. Na. 96-964. És már is írjuk alá a cuccost. Jó, hát old meg. Beflódoljuk. Kész így járt. Jó? Adunk neki egy unflipet. Hát nem ő járműbe, akkor nem tudok neki mit csinálni. Jó, letesszük a harmadik dobozt is, és megkaptuk a, a fizetésünket, ami gyakorlatilag 30 millió dollár. Tehát dobozonként gyakorlatilag eh, 10 millió dollárt kapunk. Nyilván ja, szólnak, neki, hogy üljön be. <kül> Jó. Uh, gyakorlatilag Gyakorlatilag uh, a csomagos munkának a történetét meg is mutattam. Ennyi lenne. Gyakorlatilag a csomagos meló. Uh, mindenkinek sok sikert kívánok hozzá és remélem, hogy kedvet csináltam ezzel a kis bemutatóval. Nektek ahhoz, hogy hogy uh, játszatok egy picit velünk a szerveren. Köszönöm, hogy megnézted a videót, és természetesen minden fontos információ a szerver kapcsolatban és a leírásban benne lesz. Köszönöm, szia, sziasztok!